reméljük mindenek előtt, hogy remekül fognak szórakozni, amire feltétlenül alkalmas. És miután a 600 labból, ami maga a regény, mondjuk egy 42 szólal meg, így jut is marad is, azt gondolom, hogy a Schweig különösen alkalmas ebben a posztdramatikusnak nevezett, valójában posztdrámai korszakon, ami semmi más nem jelent, mint hogy nem feltétlenül kész írott drámákból készülnek előadások, hanem az előadás a színpadon, a próbák során születik meg, kétségtelenül hordoz ez is ilyen jelleget. Én nagyon szeretni Cseszki Osztrák. Hoztam magának. Nyilvánvaló Schweig maga a főszereplő, továbbá Katz, tisztelendő úr, Jakab Tamás, és egy nő van, aki összeköti az egész történetet, Szilágyi Anna Mária. Alapvetően színészcentrikus előadás készült a látszat ellenére, és azt gondolom, hogy ez jót tesz a dolognak.